Ilyen figyelemfelhívó plakátokat dolgozott ki és juttatott el a megye óvodái, illetve iskolái számára. A Nógrád megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatósági szerve, az országos tiszti főorvosi hivatal felhívására. A kampány célja felhívni a figyelmet a fejtetvesség elleni küzdelem fontosságára. A szakigazgatóság által kidolgozott akciótervről tudhattak meg többet a média képviselői a szeptember 14-én a megyehezen megtartott sajtótájékoztatón. A fejtetvesség évről évre visszatérő jelenség, mely elsősorban a gyermekközösségekben fordul elő, hangsúlyozta a népegészségügyi szakigazgatóság képviselője, aki azt is elmondta, a fejlett higiéniás körülmények ellenére a fejtetvesség aránya évről évre változatlan. 2006 és 2010 között Nógrád megyében a megvizsgált gyermekek 1,5%-ánál fordult elő ez a probléma. Ez az arány közel megegyezik az országos 1,7%-os átlaggal. Míg 2006-ban a több mint 32 ezer vizsgálatból 388, addig 2010-ben a közel 67 ezer vizsgálatból 983 gyermeknél fedezték fel megyénkben a fejtetűt. A szakigazgatóság képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a fejtetű nincs tekintettel korra, nemre, beosztásra. Megkapni nem szégyen, viszont a probléma felismerése, valamint kezelése mindennél fontosabb. Ebben nem csak a szülőknek, hanem a nevelőknek is hatalmas szerepe van. A kidolgozott kampányuk célja tehát a figyelemfelhívás és a teljes körű tájékoztatás. Ezt követően Váci Ferencné járványügyi felügyelő bemutatta magát a problémát, valamint részletesen vázolta, hogyan lehet észrevenni, valamint hatékonyan kezelni. Ferencné Antal Gabriella, megyei vezető védőnő, az oktatási intézményekben zajló rendszeres szűrővizsgálatok fontosságáról, valamint a védőnők kiemelkedő szerepéről beszélt. Azt is elmondta, mindennél fontosabb a lakosság téves ismereteinek megszüntetése, valamint a korszerű információközlés az érintettek, valamint a veszélyeztetettek számára.